Megérkeztünk a Brumo Vulkánhoz, háttérben Csilla is belehozzult a kamerába. Csak hát itt rossz hírekkel szolgáltak. Ott a háttérben látjátok a vulkánt, ami pont ott füstölög a fejem közepe fölött, és mellette van még egy-két nagyobb hegy. Tehát igazából a túrának az lett volna a célja, hogy pont el tudjunk jutni a kráterhez. Viszont a túravezetőnk 30 perccel ezelőtt arról tájékoztatott minket, hogy a tegnapi esőzések miatt valamiféle hegyomlás keletkezett a vulkánnál, és emiatt senkit nem engednek most oda. A háttérben látok ilyen sík területet, odáig elvileg a jeepekkel be lehet menni, de most teljesen nem az zárva a terület. Úgyhogy megy a tanástalankodás, hogy egyáltalán lesz ebből a túrából bármi. Bibian egyéb! Akkor maximum csak ennyit látunk ebből a helyből sajnos. Úgy tűnik, mégiscsak van egy mód, hogy eljutunk a vulkánhoz. Itt a Surabájából jött túravezetőnk találta ezt a helyi asszonyt, aki ott rohan elől. Ugye elvileg van egy gyalogút, amin keresztül el lehet jutni a vulkánhoz. Ez ugye így elvileg full illegális, de reméljük nem lesz ennek semmi rendőri következménye. És a tempó az elég nagy, de próbálunk vele lépést tartani. Persze ő gumicsizmában van, lehet, hogy ez a titok nyitja. Gyönyörű innen a kilátás. Teljesen ilyen földön túli ez a táj nekem. Annie is disappointed with us. Yeah, thank you. And I'm so happy I can see your smile here. Időközben leereszkedtünk azon a domboldalon, és most már itt a síkságon haladunk előre. Hát nagyon különleges ez a hely. Gyönyörű. Átkeltünk gyalogszerrel a homoktengernek nevezett fennsíkon. És most elindultunk fölfelé a kráterhez. Időközben kicsit esett az eső, de nem volt vészes. Csilla már itt vár a szájmaszkkal. Hello, Luis. Hello. Hello. Hello.
No, thank you. Elértünk a kráterhez. Ez kemény menet volt, de megérte. Ott látszik, hogy a kráter belsejéből tör fel ez a kénes szagú füst. Ilyen nagyon intenzív zártojás szag van. És jön felénk a felhő. Oda, ott a kráter legmélyén meg ilyen, mint hogyha egy kis tavacska lenne. Az ember elnagy mászokkal. Hát sajnos egyébként a szemétből sincs hiány, ahogy itt látszik. De azért, ahogy nézem, ez a legtöbbje inkább növényi hulladék, mert ahogy jöttünk fölfelé, kínálgattak meg vásárlásra ilyen pici virágcsokrokat, hogy bele lehet dobni a kráterbe, és akkor vélhetően ez azoknak a nyoma, amit itt látunk. Egyébként ez is egyfajta ilyen szent hegye ilyen az indonézeknek. Ugye Bromónak hívják magát a vulkánt, és ez a jávai nyelvjárás szerint Brahmát jelenti, a hindu istent. Hát és hamarosan elér minket ez a kénes felhő, aztán nem tudom, mi fog történni. És mindjárt megpusztulunk, amint elér minket ez a fehér felhő, úgyhogy az utolsó videó, amit láttok tőlünk. Jó nagy kürtőt csinálhatott a legutolsó kitörés.